2 darab pont választja el a Gyirmótot az első helytől. Ugye a DBSC vezeti a bajnokságot, és a második helyen áll a Szolnok, akihez képest egyetlen pont a Gyirmót FC hátránya. Tiszta sárgában tehát a Gyirmót. 3 helyen változtatott Csertői Auriel vezetőedző a múlt heti Siófok elleni vereség után a Gyirmót kezdő csapatán. Major Martin Varga Barnabás és Lázár Patrik kapott helyet, ők nem voltak a kezdő csapatban a múlt héten, és kimaradt Simon András, Juhász Zsombor, illetve Vas Ádám, ők mind a hárman a kispadon foglalnak helyet. Megvan a labda szerzés, úgy tűnik, hogy igen. Nagy Patrik, hosszú indítás Varga felé, Molnár F. Tamás azonban jó ütemben jött ki a kapujából. És ebből lehet indulni. Jó a labda Herjeckinek, össze tudja szedni már a 16-oson belül Herjecki. El is tudja lőni Herjecki, és Molnár kezében a labda. Ezt Kónya Márk csavarhatja be. Nem sikerül jól kifejelni. Eljutott a lövésig a Szolnok, de ez is fölé ment. Novák. Novák nagy lövés, mellé száll. 45 percnyi játék után nincs gól a rangadón. Gyirmót FC Győr, Szolnoki MÁV 0-0. Heffler. És ott a gól! 48. percben fejes góllal megszerzi a vezetést a Gyirmót FC Győr. Ha jól láttam, akkor Németh Bence volt a gólszerző. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól megadja az alaphangját a második félidőnek. Heffler. Heffler, szép a csel. Aztán még egy Tamás Lászlót fűzte be most Heffler Norbert. Jó a csúsztatás, Nagy Patrik felé, lecsúszik azonban a labda. Ne legyen ebből helyzet. Nem is lesz, sikerül kifejelni. Aztán a lövés pedig Rusák Edvárdnál. Udák az indítással. És majdnem jó volt az elképzelés. Simon András egy löbbölt labdával kereste volna Heffler Norbert. Sajnos nem volt az igazi, mert hogy Molnár F. Tamás össze tudta szedni, de egyébként maga az elképzelés az gyönyörű volt. Heffler Nagy Patriknak, Nagy Patrik lőtt el, lefülelte a másik nyolcas Tóth Benjamin, és ott az ismétlés, ebbe bele kellett nyúlni már Molnár Tamásnak, tartott ez a lövés a kapufa alá. Még legalább másfél-két perc hátra van a hosszabbításból, és nagyon-nagyon koncentrálni kell, legyen meg ez a 3 pont, javítsunk egy kicsit a Szolnok elleni mérlegen, nem sikerül javítani a Szolnok elleni mérlegen, úgy tűnik, mert hogy Tisza Kálmán az utolsó pillanatban befejeli az egyenlítő gólt, és még szerencséje is volt, mert a kapufáról pattant most ez a labda be a hálóba. Hölgyek, urak, itt a vége a mérkőzésnek. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy győzelem lehet ebből a meccsből, de az utolsó pillanatban, az utolsó utáni pillanatban egyenlített a Szolnok. Így sajnos nincs meg a 3 pont. A Gyirmótnak pedig azt gondolom, hogy megérdemelte volna a hazai csapat.